Jó reggelt! Folytatjuk tovább a kedvenceim sorozatot a fővárosi kedvenc helyeimmel. Ez az a része a városnak, ahol nagyon-nagyon sokat éltünk a családommal együtt. A gyerekeim is ide születtek, és nagyon szeretek itt időt eltölteni. És hogyha a karácsonyi vásárlásról van szó, akkor azért is tuti ide jönni, mert itt pontosan tudom, hogy mit hol lehet megvenni, nincsen semmiféle téveigés. Ráadásul elég jól ismerem az itt dolgozó embereket, úgyhogy bárhová megyek be, mindenhol úgy fogadnak, hogy hát mintha hogy hazajönnék. Alapvetően online szoktam intézni a bevásárlásaimat, nem nagyon szeretek bevásárlóközpontba, sőt egyáltalán nem szeretek bevásárlóközpontba járni, ezért is vagyok most itt, mert hogyha nem online, akkor kis boltokban szoktam vásárolni. Igyekszem arra azért nagyon figyelni, hogy fölöslegesen ne pakolgassak be semmit a kosaramba. Erre van egy tuti módszerem, egyrészt ugye a bevásárlórista, másrészt ugye előre gondolom, a harmadik tuti módszert meg majd mindjárt megmutatom nektek, hogy hogyan lehet figyelni azt, hogy mire mennyit költöttetek. Ez akkor is különösen jól jön, hogyha mondjuk mások helyett is, mondjuk a nagymama, nagypapa helyett is ti szerzitek be, akár mondjuk a gyerekeknek az ajándékot, vagy mondjuk egy közös karácsonyi ajándékot vásároltok valakinek, akkor pontosan nyomon lehet követni, hogy mire mennyit költöttél, hol mennyi pénzt hagytál, és akkor így a hónap közepén nem ér egy nagy sok, hogy úristen, már mennyit költöttem, és még mennyi mindent nem vettem meg. A nézetek, milyen szép karácsonyi dekoráció van már a kirakatokban. Megmutatom, hogy hogyan tudjátok pontosan nyomon követni, hogy mire mennyit költöttetek, így egészen biztosan nem fognak elszállni a decemberi költések. Különböző fülekbe lehet pakolni azt, hogy milyen ajándékra mennyi ment el ebben a hónapban, hogy hogyan? Mutatom. Az OTP és mobilbankos alkalmazáson belül létre lehet hozni különböző füleket, amiket elneveztek. Én úgy nevezem el őket, mondjuk, hogy karácsonyi ajándékok gyerekeknek, karácsonyi ajándékok nagyszülőknek és karácsonyi ajándékok barátoknak. Így pontosan látom, hogy kinek mit vettem és mennyiért. Most, hogy a tranzakció teljesült, a füleket ugye már korábban beállítottam, így bele tudom szépen pakolni, hogy kinek miket vettem. Ha esetleg valakinek nincsen a nótjába elmentve a bevásárló lista, akkor itt van az utcán kitéve. Hóembert építeni, szánkozni, sütni, fűzni, képeslapot. Van még valaki, aki képeslapot küld? De helyes. És könyvet olvasni, hát arra lesz idő, igen. Úgyhogy könyvet is fogunk majd venni, azt nagyon szeretik a gyerekeim, meg én is egyébként, a gyerekkönyveket, úgyhogy az minden ünnep alkalmával kerül valamilyen könyv. Rejtélyes történetek, hogy nem feltétlenül a történet maga olyan, mint egy mini krimi. Hát, hogy ilyen rövidbe van leírva. Ez az, igen. Ez az. Na, igen. Jó. Ez a második része. Ó, de jó, akkor ezt szeretném. Innen már csak egy lépés van hátra, hogy nem szabad elfelejteni, hogy amit itt vásároltam, azt mind az OTP mobilbank alkalmazáson belül betegyem az előre létrehozott gyerekek karácsonyi ajándéka fül alá. Na így lehet nagyon rövid idő alatt higgadtan, nyugodtan bevásárolni karácsonyra. Nekem nagyjából 60 percig se tartott ez idő alatt, megebédeltem, megkávéztem, és nagyjából megvettem mindent. A nagy részét ugye online fogom megvenni a gyerekeknek, de a többi az itt van már a kezemben, és az alkalmazásnak és a füleknek köszönhetően pontosan tudom, hogy mire mennyit költöttem. Itt tudatosan is vásároltam, és egyáltalán nem költekeztem túl, úgyhogy érdemes kipróbálni, az alkalmazás adta lehetőségeket nektek is.